A kalapácsvetés a férfiaknál 1900-ban szerepelt először az olimpiai programban, a nőknél 2000-ben. A női kalapács 4, míg a férfiak dobószere 7,26 kg. A dobókör belső átmérőjének mérete 2,135 ezred méter. Kesztyűt csak ennél a versenyszámnál lehet használni. A legutóbbi 5 világbajnokság győztese a férfiak mezőnyében a lengyel Pavel Fajdek volt. Sziasztok, Gyurács Réka vagyok, kalapácsvető. Találkozunk az atlétikai világbajnokságon, szurkoljunk együtt a magyar csapatnak!